hajtanom a játékosaim előtt, hiszen a héten embertelett produkáltak, azt mondom, hogy tovább jutottunk egy igen erős DVTK ellen a kupában, egy 0-as hátrányból. Nagyon-nagyon rövid volt az idő a regenerációra. Picit azért a mérkőzésen ezt lehetett is látni. De a szívük a helyén volt, megszereztük a vezetést. Azt gondolom, hogy volt a, hogy bravúra lépett a mi kapusunk, de nekünk is meg volt még a lehetőségünk arra, hogy rárunk minél előbb a második gólt. Nem sikerült, vége felé sikerült. Úgyhogy minden egyes játékosnak, aki a héten részt vett ebben a két sikerben, még egyszer mondom, kalapot emelek, és sok sikert kívánok Hósosnak. Természetesen nem vagyok elégedett a mai mérkőzés után. Az látszott, hogy a Puskás Akadémia szinte végig védekező felfogásban játszott, és kontratámadásokra rendeződött be. Ez persze teljesen legitim. Az első gól is egy ilyen helyzetbe érkezett. Ezek a kontrák pedig azért voltak, mert nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket. 90 percen keresztül mezőnyfölényben voltunk, próbálkoztunk, próbáltunk gólt szerezni. Ez ugyan most nem sikerült, de megyünk tovább, és bízom benne, hogy nagyobb sikerrel.